Elindultam szép hazámból. Magyarok a nagyvilágban. A Wall Street úttörője, Thomas Peterfi. Alig néhány évesen a nem sokkal korábban érvényüket vesztett millpengős bankjegyekkel játszott. Akár már akkor átfuthatott az agyán a gondolat, mit jelent ez az egész. Az elektronikus tőzsdei kereskedelem kitalálója Peterfi Tamásként született Budapesten 1944-ben. 21 évesen emigrált Amerikába, ahol műszaki rajzolónak állt. A cégnél önként vállalkozott az akkor bevezetett számítógépek programozására. Jól megtanulta a szakmát. Átváltott a pénzügy területére, papír, ceruza és telefon helyett hordozható számítógépe segítségével dolgozott. A 80-as évek elején a hagyományos lépéseket automatizálta, majd megalapította az Interactive Brokers nevű céget, melynek elnöke és legnagyobb részvényese lett. Ez a vállalkozás az egyik legnagyobb elektronikus kereskedelmi platform a világ parkettjein. Peterfi vagyonát 2018-ban 19,5 milliárd dollárra becsülték. A Forbes szerint 2020-ban Amerika 31. a világ 73. leggazdagabb embere volt. Az ügyvezetéstől 75 évesen 2019-ben vált meg. Utódját a Budapesten végzett Milan Galikot Pap László, a műegyetem docense ajánlotta Peterfi Tamás figyelmébe, aki 2017-ben átvehette a Magyar Érdemrend nagy keresztjét. Az őt méltató Orbán Viktor miniszterelnök szerint Tamás Peterfi fontosabbnak tartja az innovációt, mint a spekuláció. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.